Sziasztok, ez itt az Esély Lesőkény Bíró, de időgdít van mellettem Szabó Pít és Haraszti Ádám is. Csáó, sziasztok! Hello. És a mai nap egy kicsit különleges Esély Lesők lesz, ugyanis a Nemzetek Liga Playoff döntőjével fogunk foglalkozni, Magyarország-Izland csúcsmérkőzéssel. Mondhatjuk, hogy ez az elmúlt év, vagy az elmúlt évek legfontosabb mérkőzése? Ez magyar szurkolók számára egyértelműen, szerintem ez nem is nagyon lehet kérdés. Szerintem ez mindig érdekes, mert mindig az az elmúlt évek legfontosabb mérkőzése, amit éppen játszik a magyar válogatott. Tehát ez mindig el lehet mondani, de ez most már tényleg ezzel lehet viccelni, de ez a sorsdöntő mérkőzés, de egy csupa nagybetű, vagy a sorsdöntő mérkőzés, mert ezt már tényleg az. Igen, átéltünk már nagyon hasonlót, ugye a 2016-os EB-re való kijutásnál, ugye Norvégia elleni, hát akkor EB-selejtezőnek hívták, de kvázi ugyanarról beszélünk. Akkor hogyan éltétek meg azt, milyen volt a felkészülés, milyen voltak nyilván a meccs közbeni élmények? Érdekes, hogy aztán egy picit változtak ebből a szempontból a szokásaimaink az utóbbi egy-két évben, de én nagyon sokáig az ilyen fontos meccseket, azokat abszolút csak egyedül néztem, és úgy voltam vele, hogy jó, ez most olyan, amikor tényleg magamban akarok lenni, igen, kicsit jobban oda koncentrálni és átélni, átérezni az egészet, és akkor is így volt, és aztán emlékszem, hogy utána találkoztunk ott lent ismerősökkel, és gyűltünk meg össze sörözni, valóta a Moszkva tér környékén valami, ne is hangsúlyozzuk, hogy milyen helyen, de a lényeg, hogy aztán ez az utóbbi években egy picit változott, meg emlékszem, hogy az EB meccseket azt már közösen néztem több ismerőssel, vagy akkor még ezt tartottam magamat, hogy nagyon szigorúan egyedül a saját kis kanapémon otthon. Ugye az még két meccses volt, az első meccset azt Egerben néztem egy kocsmában, úgyhogy abból sok minden nem is emlékszem. Kleinhechternek a gólja az úgy nagyjából megvan, de a visszavágót azt már én is egyedül néztem otthon, abból azért elég sok minden megragadott. Nekem az volt benne a fura, hogy lévén hambas fiatal gyerek vagyok, úgyhogy én még azt sem láttam, hogy a magyar válogatott bármilyen pótselejtezőn lép pályára. Tehát nekem az volt az első a sorsdöntő mérkőzés. De egy nagyon jó emlék, meg pláne utána az Euróbajnokság, meg az a tényleg, hogy közösségi élményként egy egész ország ezt meg tudta élni, és mondanám azt, hogy jó lenne ezt megint megtapasztalni, pláne, hogy jelen állás szerint még itthon is pályára lép a magyar válogatott, de hát a jelenlegi helyzetben ezt még sajnos nem lehet kijelenteni. Az első lépés minden esetre az lenne, hogy akkor is megverjük Izlandot, és akkor legalább ott leszünk a magán az EB-n. Figyelj, én nekem volt még szerencsém ezekhez a magyar-jugoszláv meccsekhez, ne sajnáld, hogy arról lemaradtál. Ja, azt nem mondtam, hogy sajnálom. Nekem ezek én első emlékek között vannak így gyerekként, úgyhogy kifejezetten fájdalmas ezekre visszagondolni. Reméljük most nem ez lesz a helyzet, vagy ha ez lesz a helyzet, akkor Izland legyen Magyarország, mi meg lesz kell ezeket, a Jugoszlávia. Engedjük is el. Mindig jó. A múlton rágódni. Na jó, pontosan. Akkor beszéljünk a jelenről, és nézzük meg a magyar válogatott keretét. És vannak azért jó hírek, meg vannak rossz hírek, hogy a Kleinhechter ezek szerint nem lehet jelen, mert neki is ez a koronavírus oda tett, és házi karanténba került, viszont Szoboszlai Dominikot végül elengedték a Salzburgtól. Óriási dolog, kicsit a keretről. Vannak-e hiányérzetetek, vannak-e úgymond olyan szereplők, akik szerintetek nem érdemelnék meg, meg azért vannak visszatérők is azért itt a keretbe. Figyelj, tehát olyan nagy bőmerítési lehetősége nincsen, továbbra sem Márkó Rosszinak így a keretre ránézve, azért nagyjából azok vannak ott, akikre számítani is lehetett, mert az előző két válogatott szünetben is ott voltak a válogatottal, mondjuk Kleinhechternek a hiánya talán ezért sem annyira fajol, mert ugye az előző két periódusban sem lehetett ott a csapattal, meg ő nagyon érdekes játékos szerintem, ugye őt haja miatt ugye Scholeshoz hasonlították, ez egyébként számomra érthetetlen, de ő szerintem a Tesco-s Bruno Fernandes. Tehát az a Bruno Fernandes, akit nem tanítottak meg arra, hogy mit kell csinálni a labdával, még annyira sem, mint őt. Tehát ő nagyon ügyes játékos, hogy ösztönből megold mindent, lő mindent, mint a veszett, adogatni akarja a kulcspasszokat, csak hát rendszerben nem tanították meg játszani. Szerintem pont ezért ebben a mostani Márkó Rosszi csapatban sem biztos, hogy kezdő lenne, pláne ebben a 3-5-2-ben, ahol azért kell az egyensúlyt megteremteni a középpályán, belül játszott már dupla hatosban is, úgyhogy még akár ez is előfordulhatott volna, de így kár erről beszélni. Nálam felmerült esetlegesen Balogh Botond neve, aki ugye a Parmában mutatkozott be, nem is elégen bajnoki meccsen, meg kupameccsen is, és Barát Botond az, aki korábban nagyon komoly libinge volt Márkó Rosszinak, most nem került vissza a válogatottba. A Barát Boti eset is érdekes, de Balogh Botondról annyiban érdemes szerintem beszélni, hogy ez most sok helyen felmerült, meg egyébként is téma volt. Aztán minél inkább téma lett, annál inkább jöttek rá az emberek, hogy hoppá, oké, hogy játszott azon az Inter elleni mérkőzésen, de ott például ott volt az a 11-es gyanús szituáció, és amiről az olaszoknál többet beszélnek. Ez egy tök jó dolog, tehát most minden félreértés nélkül róla még itt nem beszéltünk az esélyesekben, meg nyilván nem is tudott téma lenni, de alapvetően az egy tök jó dolog, hogy van egy magyar játékos, aki most már pályára lépett a szériában, pláne ilyen mérkőzésen, de egy ilyen meccs után, meg most egy vagy két Coppa Italia meccsen játszott, még most egyből őt a nagy válogatottba követelni valószínűleg azért nem lenne feltétlenül jó ötlet, pláne hogy azért úgy tűnik, hogy
ha más nem, azt elmondhatjuk, hogy Lang Ádám azért legalább játszott, mert ugye Vili Orbánnal együtt, és még nagyjából működőképes is volt a dolog. Az utóbbi mérkőzéseken olyan nagyon nagy probléma talán nem volt a védekezésünkkel. Meg azért Balogh érdemes hozzátenni, hogy ő sem lépett volna pályára a szériában, hogyha a koronavírus nem söpör végig az egész kereten, tehát kvázi már nem volt rajta kívül más bevethető belső védő a csapatban. Persze tök jó, hogy játszik, de nem, tehát egy szériá meccs után egy 18 éves srácot, pláne egy ilyen mérkőzésen ne követelje már senki a válogatottba. Szerencsére én ilyennel nem is találkoztam, úgyhogy nyugodt vagyok. Ugye Szoboszlai játéka kérdéses volt itt a salzburgi koronavírusos esetek miatt. Hát ő korábban azt nyilatkozta, ez az élete mérkőzése, ha kell, gyalog jön haza, és kedden reggel azzal posztolt az Instán, hogy jövök. Gyakorlatilag szerintem ennek az egész ország tudott örülni. Nagyon-nagyon fontos, meghatározó játékosa. Most már mondhatjuk, hogy nem csak a Salzburgnak, hanem a magyar válogatottnak is. Nincsen kérdés ezzel kapcsolatban, szerintem ez egészen nyilvánvaló, és kisebb csoda, hogy ez a bolgár meccs végül is ilyen könnyed lett ebből a szempontból az ő hiányában is. Ez a meccs viszont tehát egyébként is nagyon nehéz lesz nélkül, meg aztán tényleg vérveríték. Igen, hát nem tudom, emlékeztek-e, de amikor a bolgár meccset ugyanitt beszélgettünk, ott arról volt szó, hogy hát de Szoboszlai nélkül majd kivégzél a remek kis pontrugásokat, amiből ez a Rossi féle válogatott meg tud élni. Hát Kolmár gólpassz gól szögletből, illetve szabadrugásból, de én azért örülök, hogy Szoboszlai ott lesz a pálya, mert az ő azért játékban is tud plusz nyújtani. Tehát most már tényleg egy olyan játékosról beszélünk, aki messze-messze kilóg fölfelé az Salzburgból, nem arról van szó, hogy egy rendszerbe jól illeszthető és jól játszik, hanem a legnagyobb név, a legnagyobb sztár a csapatban, az osztrák Bundesliga legjobb játékosa, aki most már tényleg a BL-ben is kiemelkedő teljesítményeket tud lerakni az asztalra. Én megmerem kockáztatni, és szerintem nem is mondok ezzel nagyot, hogy a párharcban a magyar és az izlandi válogatott összkeretét nézve messze a legjobb játékos, aki ott lesz majd a pályán. Ez nagyon fontos, hogy ezt említetted, ezt akartam kérdezni, hogy annak ellenére, hogy a képességei megvannak, a nyomást bírni fogja szerintetek? Azt a magyar nyomást, amit ugye a magyar lélek, azt tudjátok, vannak ezek a mondák. Egyrészt nem mondanám, tehát neki nagyon okosan kezelték eddig, hogy építették a pályafutását, ilyen szempontból sem gondolom. Egyébként is látszik, hogy ő azért nem hülyes rác, meg nagyon intelligensen kezeli ezeket a dolgokat, nagyon jó hozzáállással, nem hiszem, hogy tudnak ebből a szempontból újat mutatni. Oké, nagyon fontos dolog, meg Magyarország, a magyar szurkolók, a magyar válogatott számára egy nagyon fontos mérkőzés következik, de olyas valakiről beszélünk, ahogy az Pitt is mondta, aki hétről hétre nem, hogy helytáll a Bajnokok Ligájában, hanem bőven olyan teljesítmény nyújt, amelyen felhívja magára a figyelmet. Tehát ebből a szempontból én nem gondolom, hogy egy izland elleni mérkőzés neki most akkor nagyobb kívás lenne, mint mondjuk pályára lépni az Atletico, a Liverpool is lehetne sorolni még a csapatokat ellen. Szoboszlai nem egy majlés gyerek, azért az neki minden nem csak megmozdulásán, de megszólalásából is lejön, amit mondjuk a magyar sajtó, meg a magyar néphélek azt szeret inkább nagyképűségként előadni, de mondjuk így ilyen mérkőzésen pont nagyon fontos az, hogy aki pályára lép, az tisztában legyen a saját képességével, és merjen rájuk hagyatkozni, és ahhoz kell az a magabiztosság, hogy megvan Szoboszlaiban. Ugye azt talán nem hiszem, hogy sokan szeretnék, hogy Salzburgban öregedjen meg Szoboszlai, tehát nagyon várható, hogy előbb-utóbb el fog igazolni. Egy esetleges EB szereplés, az esetleg egy nagyobb klubnak is nyithat ajtót Szoboszlai szempontjából? Most az igazán komoly klubok azok már ott tartanak, hogy nem vesznek egy játékost azért, mert mondjuk jól játszik 4 meccsen vagy 3 meccsen egy Európa-bajnokságon. Szoboszlait már így is egész Európa ismeri, most szerintem tök mindegy egyébként, hogy fog játszani az EB-n, hogyha ott leszünk az EB-n is, legyünk ott az EB-n. Hát neki szerintem a marketing értékét növelheti még tovább Magyarországon kívül is, mondjuk, hogyha az EB-n is szerepel és esetleg még jól is játszik, a saját tényleg ismertségét növelheti, és ez lehet, hogy akár megmutatkozhat egyébként mondjuk egy szerződésnek a vastagabb végösszegében is esetleg, de egyébként meg most, tehát olyan szempontból ő már felkeltette szerintem eléggé a legnagyobb európai klubok érdeklődését, hogy ezen nem újjon neki semmi. Beszéljünk szóval a Jánáról is, akinek a helyzete nem egyszerű most ugye a Mainznál. Az utolsó pillanatokban mondták neki, hogy még sincsen szükség rád, aztán utána mégis van szükség, ugye edzőcsere volt, és itt az egész kellemetlen szituáció, mert ugye a válogatottnak nagyon-nagyon szüksége van Szalai Ádámra, csak a játékpercek nincsenek meg a lábában. Hát legalább már edzésbe állhatott és együtt edz a többiekkel, ez fontos, de hát utoljára még szeptemberben játszott egy német kupa meccsen. Ez valóban nem egy jó helyzet, de itt megint, amit itt a bolgár meccsről is elmondok, hogy igazából nincs alternatíva. Jó, most viccelhettünk ott könyvessel, hogy most nem lesz, hogy ő játszott egy mérkőzésen a szerbek ellen, de hát Szalai Ádám az is az ő nemzetközi rutinja, meg az ő képességei, főleg egy ilyen meccsen nagyon kellenek a válogatottba, már csak a
a játék miatt is, hogy őt hogy szereti használni Marco Rossi a pontrúgásoknál, védekező támadó pontrúgásoknál egyaránt. Az, hogy például nyomás alól sokszor úgy tudunk kijönni, ahogy tudom, például az Intert is, ahogy látjuk játszani, hogy Lukaku visszalépeget a labdáért és lekészíti az érkező embereknek. Nyilván nem minőségben, de elméletileg Szalajnak is sokszor ez a feladata, hogy az érkező társak elé lekészítse a labdát, kiharcoljon faultokat, amikből utána szabadrúgásból tud eredményes lenni a válogatott. Ezt más rajta kívül ebben a minőségben nem tudja ebben a keretben is. Mondom, továbbra sem látom, hogy ki tudná ezt hozni majd akkor, hogyha Szalai Ádám már nem tudja esetleg vállalni a szereplést. Az ő helyzet akkor lesz igazán érdekes, hogyha tényleg majd arról kell beszélünk, és adná azért, hogy már itt tartalánk, hogy hú, akkor az EB keretet hogyan állítjuk össze. Jó kérdés, hogy maradni fog-e mondjuk télen Mainzban, nem tudom most egyáltalán mennyire, mert bármely Bundesliga csapat is gondolkozni, hogy egyébként is extra téli igazolásokban, de Ádám még segíthet mondjuk egy kiesés elől menekülő csapatnak esetleg mondjuk, de hát ebből a szempontból most a Mainz is van. Így van, abszolút adná magát. Szóval igaz is, hogy már előfordult egyébként, hogy a Mainznál is rádöbbenek, hogy hú basszus, csak szükség lenne valami ilyesféle típusú játékosra a csapatban. Reménykedjünk abban, hogy egyrészt egyáltalán kiharcolja a válogatott az EB szereplő, és másrészt meg, hogy mire mondjuk eljön az EB, akkor már Ádámról úgy tudunk beszélni, hogy aki azért legalább még itt a szezon végén gyűjtött fontos meccsperceket, de ha nem, akkor lesz érdekes kérdés mondjuk az, hogy érdemei elismerései mellett, hogy akkor egy olyan játékos kiviszünk az Európa bajnokságra, aki az egész szezonban nem játszott. De mondom, ez nagyon odébban is bízom benne, hogy ezzel probléma nem is lesz. Nagyon örülök, hogy Lukaku párhuzamot hoztat fel egyébként, mert nem csak az Interben, hanem a belga válogatottban is ugye ezt játsza Lukaku, és pont az izlandiaken ez nagyon szépen kijött, hogy ő nagyon ügyesen meg tudta tartani a labdákat, és le tudta készíteni a második vonalban érkezőknek. Ki az, aki érkezhet második vonalban? Ugye talán egyértelmű, ugye, hogy Szoboszlai érkezhet, de kik lehet a második? Salai Roli. Tulajdonképpen Salai abszolút ez a kategória, és most már ráadásul ugye a Freiburgban is előrébb játszik, nem is feltétlenül csak szélsőt, hanem volt, hogy már centert is, mondjuk inkább 4-4-2-es felállásban, de azért itt a válogatottban is ugye próbálkozott már ezzel rossz, és nem is állt rosszul neki, úgyhogy ő abszolút lehet ebből a szempontból egy fontos jelölt. Vártok már Rossitól, ami nagy húzás, vagy mert ez a 3-5-2-es felállás, ami az elmúlt mérkőzéseken mindenképpen beválni látszott? Most már 6 meccsen keresztül ezt játszott a válogatott, nem hiszem, hogy pont azon a meccsen, ami a legfontosabb és a legnagyobb felkészülést igényli Marco Rossi valami hihetetlen nagy újítást meghúzna. Ez be van gyakorolva, valamennyire működik is, mert azt azért el kell mondani, hogy a magyar válogatott, hogyha nem is játszik jól, meg hát látványosan pláne, de van mögötte egy rendszer, és ezeknek az elemeit fel lehet fedezni a mérkőzéseken. Persze az előző meccseken, például a bolgárok ellen is pergett a mágdaráló rendesen, de van egy játék a magyar válogatottnak, amivel szoros meccseket képes játszani, és hogyha éppen szerencsé is van, akkor ezekből a szoros meccsekből pozitívan tud kijönni. Bocsánat, akkor erre ráfűzve, közhely riadó, de annak van szerencse, aki megdolgozik. És ez jutott eszembe egyébként elsősorban ez a bolgár meccsen. Így van, tökéletes. Ezt bevezethetjük új statisztikai mutatónak, de tényleg azért az látszik, hogy Marco Rossi is tett ebbe munkát, a játékosok is tettek bele munkát, és oké, persze nem arról beszélünk, hogy itt most nem tudom, az olasz válogatottnak a játékát, meg annak a színvonalát verdesni az, amit produkál a magyar csapat, de abszolút látszik a szervezettség, látszik, hogy a játékosok magukéván tudták tényleg tenni ezt a rendszert, és működőképes a dolog, hogy milyen hatékonysággal, ez egy másik történet megint, de a bolgárok ellen működött, és minden esélyben van, hogy az Izland ellen is működőképes legyen. Ehhez kapcsolódóan, most én kérdezek, ne arra, hogy Dávid, de hogyha mondjuk, ne adj Isten, nem sikerülne legyőzni Izlandot, és nem jutnánk ki az EB-re, akkor hogyan tudnánk értékelni Rossi munkáját, mert kimondva kimondatlanul, az volt a cél, hogy a részben hazai rendezési tornán ott legyen a magyar válogatott. Hogyha nem jutunk ki, akkor ez kudarc. Én nem gondolnám annak. Kudarcnak biztos, hogy kudarc, csak nem biztos, hogy a szövetségi kapitány poszton kellene miatt változtatni. Én azt gondolom, hogy én jelenleg nem látok jobb potenciális jelöltet Marco Rossinál. Nyilván el tudnék képzelni jobb edzőt, csak hogy aki valóban el is vállalná, meg is fogadná, Marco Rossinál jelenleg nincs jobb jelölt, szerintem. Akkor egyetértünk, jó. Abszolút. Jó. Van-e kapus kérdés a válogatott szempontjából? Dibusz rendkívül jól véden. Jó, oké, akkor következő kérdés. Mi a helyzet Loic Nagyóval? Ugye megkapta a lehetőséget, és különböző posztokat játszotta, de egyszer sem szárnyvédőként, mint amire számítottunk a legutóbbi ilyen adásunkban. Ott játszott. A bolgárok ellen oda lett ő becserélve, és szerintem neki ebben a 3-5-2-ben továbbra is ez a posztja, de hát Négónak az egész magyarországi pályafutása nagyjából arról szólt, hogy játszott gyakorlatilag mindent kapuson kívül, és nyilván jó, hogy a válogatottban van egy ilyen játékos, aki többféle szerepkörnek a feladatait elbírja látni, akár taktikailag is jól meg tudja érteni, hogy mikor kell csinálni. Szerintem képességeiben a jobboldali szárnyvédő posztján még mindig ő a legjobb választás. Nem is teljesen értettem, hogy miért nem kapta meg ott inkább ő a lehetőséget, de hát itt
ebben az esetben is pont ezért valószínűleg Lovrencsics vagy Bese Barnabás lehet az, aki kezd ezen a meccsen, vagy Fiola Attila. De egyébként meg, hogyha azt mondod, hogy mi meglepőt húzott Márko Rossz ezen a meccsen, ez simán lehet egyébként ebből a szempontból, hogy úgy volt, hogy Négo még azért keveset dolgozott együtt a kerettel, itt ugye, hogy most hová értékeli ebből a szempontból a begyűjtött tapasztalatokat az ő részéről, de ez lehet például egy extra húzás, hogy őt beteszi oda szárnyvédőnek, vagy egyébként pontosan abból is fakadóan, amit Pint is mondott az előbb az ő sokoldalúságával kapcsolatban, az is jön benne lehet, hogy ha a szükség úgy hozza, akár ő is tudott játszani mondjuk az egy valódi center mögött, hogyha szükség erre hozna. De a legvalószínűbbnek tényleg ezt gondolnám, hogy jobboldali szárnyvédőnek, én is őt gondolnám abszolút a legjobbnak. És mi a helyzet a baloldali szárnyvédő szereppel? Ez egy komoly kérdés lehet. Hollander Filip? Ez adja magát, ő jól játszott szerintem nagyjából minden meccsen, amikor ott kapta meg a lehetőséget, hasznos tagja volt a csapatnak, szerintem amit rábízott Rossi, azt teljesítette, támadásban is veszélyes volt, úgyhogy szerintem pont az a poszt az, ahol egyáltalán nincs kérdés, hogyha ebben a játékrendszerben játszik a magyar válogatott, akkor így, hogy Korhut gyakorlatilag az NB2-be száműzte saját magát, nem is nagyon van alternatívája Hollandernek. Még egy jó hír a magyar válogatott szempontjából, hogy Nagy Ádám újra visszatért a Bristol Citybe, és egyébként azóta nyertek is. Ez nagyon fontos gyakorlatilag az ő játéka, tehát a Nagy Ádám Szoboszlai duónak a játéka, és nem feltétlenül csak az összjátékáról beszélek, ez mind a kettő, nem csak az eredmény, a játék képére is nagyon rányomja a bélyegét. Igen, hogy az lesz a kérdés, hogy például az izlandiak mennyire próbálnak meg magasan labdát szerezni, azért nem az a jellemző az izlandiakról, hogy agyon presszingelik a mérkőzéseket, vannak olyan játékszituációk, meg vannak olyan periódusai a meccsnek, amikor próbálnak magasan presszingelni, de ők inkább abban jók, hogy középmagas vagy mély blokkban lezerjek a területeket a saját térfelükön, és elsősorban a szélek felé tereljék a játékot. Ha így nézem, akkor Nagy Ádámnak valószínűleg lesz területe játszani. Igazából az a kérdés, hogy megkapja azokat a támogató mozgásokat, hogy akár egy felállt védelmet meg tudjunk bontani. Nyilván így, hogy Szoboszlai ott lesz a pályán, ez erre nagyobb esély van. Igazából az lesz a kérdés, hogy ki lesz mellettük a harmadik középpályás, mert én mondjuk szívem szerint Kalmát raknám be az ő taktikai érettsége, meg egyéb képességei miatt is, de mondjuk úgy a középpálynak az egyensúlya az kicsit túlságosan talán támadó felfogású lenne, úgyhogy valószínűleg azért itt is ismét Sigérnek a szereplésére lehet számítani. És akkor hátul a megszokott hármas, Szalai, Lang és Willi Orbán? Egyelőre úgy tűnik, nem nagyon látunk se okot, se jelet arra, hogy ezen változás történne. Beszéljünk az izlandi keretről, hogyha rájuk nézünk, akkor azért azt látjuk, hogy itt komoly játékosok vannak. Sokan kiemelik Gylfi Sigurdsson, de azért én tőle félek legkevésbé. Igen, hát te is biztos láttál Everton meccseket az elmúlt pár évben. Nyilván ez a válogatott színpad, ez mindig kicsit más, meg amiért Gylfi Sigurdssonért is fizettek 50 millió eurót annó, hogy pontrugásokat ő is tök jól el tudja végezni, szegülteket szabadrugásokat, csak az nem biztos, hogy ér 50 millió eurót. Hogy akcióból ő már a Premier League-ben sem sokat tud felmutatni, tehát legtöbbször azért lefelé szokott kilógni az Evertonból, de nyilván az izlandi játékban neki még mindig elképesztően fontos szerepe van, pont azért, mert ők nagyon sok beadással játszanak, sok középeteket labdával, akár akcióból is, nem csak pontrugás után, ezeket meg mondjuk Sigurdsson azért még mindig egészen jól el tudja végezni, és hát a magyar válogatottnak is egy ennyire rossz Sigurdsson még Szoboszlai mellé szerintem el kellene. Milyen helyzet Alfred Finnbogasonnal, aki szintén ugye Bundesliga játékos, és kifejezetten technikás ügyes, főleg az izlandiak között? Volt egy hosszú sérülése, ami aztán miatt ki is került a csapatból, hát aztán egy nagyon formába lendülésről azóta sem beszélettünk az ő esetében, úgyhogy ilyen szempontból érthető, hogy vele nem nagyon számolnak. Igen, meg akiről érdemes beszélni, az ugye Gudmundsson, aki hasonló szituációban volt, ő is nagyon sokat hagyott ki itt a Burnley-nél, és egyébként azt a Burnley is megérezte itt a jobb szélen, hogyha ő egészséges és tud játszani, azért egy nagy erőssége lett ennek az izlandi csapatnak ott a jobb oldalon. Igen, az egész keret nem sokat változott a 2016-os úgymond egymás elleni mérkőzés óta, de legalább idősödtek ők 4 évet. Azért a magyar keret szinte teljesen kicserélődött, persze van egy-két poszt, ami megmaradt, de nagyon sok új játékos került be. Kicserélődött, de ez nem biztos, hogy a keretnek a javára állt. Jó, persze bejött egy Szoboszlai, de hát kimentek mondjuk Geráék, akik meg gyakorlatilag a magját képezték ennek a csapatnak. Az a magyar válogatott, amelyik a 2006-os Európa-bajnokságon szerepelt, azért komolyabb játékerőt képviselt, mint ez a mostani. Ezért is lenne szerintem talán még nagyobb dolog a kiutás, hogy ezzel a kicsit meggyengült kerettel gyakorlatilag komoly bajnokság szereplő légiósok nélkül néhány kivételt leszámít, ha sikerül neki jutni. Az izlandi eredményeket tekintve, hogy az elmúlt 5 meccsből 1 győzelem, 4 vereség, csalóka-e ez az eredmény? Nyilván a Nemzetek Ligája A divízió miatt? Pontosan ez az, amit mondasz, így van. Tehát azért nagyon komoly ellenfelekedett Angliával, Belgiummal játszottak. Mostanában nem csoda, vagy ilyen szempontból ezen nagyon meglepődni való nincsen. Az meg valószínűleg azért sejteti is, hogy mondjuk felkészülésnek lehet, hogy mégiscsak jobb ilyen csapatokkal játszani akkor.
a 4-4-2-es rendszerről átálltak egy 3-4-1-2-es rendszerre itt a belgák ellen utolsó mérkőzésen. Ez egy egyszeri próbálkozás, vagy lehet, hogy ők is úgymond álltanak erre a speciális 3-2. Ez olyan szempontból érdekes dolog, hogy a belgák is ilyesmivel próbálkoznak mostanában Roberto Martinezzel egy jó ideje, és ilyen szempontból végre, hogy a felkészülésüknek segített, hogy a magyar válogatott is mostanában ugye a hasonló rendszert játszik. Más kérdés, hogy azon a meccsen is azért voltak bőven variálások a csapatban, meg próbálkozások, úgyhogy a sok szempontból ilyen kísérleti jellegű volt. Hogy érdemes-e egy bevált rendszeren változtatni egy ilyen meccset? Ebből a szempontból az a kérdés, hogy ők mit gondolnak, hogy a magyar válogatott játéka mennyire lehet hatásos az ő egyébként begyakorolt rendszerükkel szemben. Miben lehet egyébként veszélyes Izland? Szabadrugások? Hát igen, amit eddig is említettünk, ők nagyon sokat forgatják a játékot, sok beéveléssel dolgoznak, amiben nagyon jók azok a második labdák begyűjtése, tehát hogyha ők folyamatosan nyomják be középre a labdákat, akkor nagyon sokáig akár be is szoríthatják a magyar csapatot a saját 16-os előterébe, és ami még mindig nem erőssége ennek a magyar válogatottnak, az a nyomás tűrő képessége a saját kapu előtt is, ezt mondom, az előző meccseken is láthattuk, hogy ott azért sokszor szerencséje volt az ellenfél helyzet kihasználással a magyar csapatnak, úgyhogy erre kell majd mindenképp figyelni, hogy a nyomás helyzeteket, a második labdákat valamivel hatékonyabban gyűjtsük be, mint az izlandiak, akinek meg ez különösen a specialitásuk. Milyen helyzet a játék stílusukkal? Mennyire kellemes vagy kellemetlen a magyar válogatott számára? Hát kellemesnek semmilyenképpen nem mondanám, az biztos, hogy a bolgárokhoz képest egy jóval keményebb csapatot fogunk majd látni, és ugye nyilván, hogyha már itt szóba hozta ezeket a második szándékból megszerzett, vagy lecsorgó labdákat, nyilvánvalóan tehát a fizikai párharcok tekintetében azt most nem akarok itt megint csak ilyen közhelyi kategóriákig eljutni, hogy mit szoktunk mondani velük kapcsolatban, de az biztos, hogy él a mai nap. Hívjuk fel Rolyként, jó, oda kell tenni, oda kell menni, meg kell vívni a párharcokat, kellnek az erős egyéniségek. Bele kell állni. Akarni kell a győzelmet, persze. Persze, oké. Nem szabad leírni ezt az izlandi ellenfelet, hogyha megnézzük az elmúlt eredményeiket, akkor A divízió nemzetek ligájában 2018-ban ők ott voltak a VB-n, és 2016-ban ugye az angolokat verték ki, és egy körrel tovább futottak, mint a magyar válogatott. Ha most őszinték vagyunk, és tényleg a szívünket félretesszük, akkor melyik csapat az erősebb? A rutin mondatná azt elem elsősorban velük kapcsolatban, hogy őket kellene meg. Nem is biztos, hogy baj az, hogyha úgy állunk hozzá egyenek a párharcnak, és ők az esélyesei. Én egyébként is olyasmit érzek, mint nagyjából a Fradinak majdnem minden BL selejtezős párharcában, hogy az ellenfelet erősebbnek érzem, viszont bőven látom a csapatban a potenciált, hogy ennek ellenére is győztesként kerüljön ki ebből a mérkőzésből. Úgyhogy szerintem maradjunk ennél, ne akarjuk tényleg nagyon magasra tenni a lécet azzal kapcsolatban, hogy most mit kell megugrani, meg nem mondjuk azt, hogy kötelező az EB-szereplés, egy tök jó dolog lenne, és egy baromi nagy eredmény, de szerintem maradjunk egy picit azért a realitások műfűvén. Egy meccsen bármi megtörtént. Jaj, hét! Oké, ugye, hogyha ez elvévre sikerül a kiütés, akkor egy nagyon kemény csoportot kapna bármelyik klub, vagy bármelyik válogatott. Németország, Franciaország és Portugália lenne az ellenfél. Hát nem azt mondom, hogy továbbjutásban reménykedhetne bárki, hanem itt az 1-1 pontok megszerzése is óriási csoda lenne? Annyira még szürreálisan távolinak tűnik sok szempontból, hogy ez az egész történet. Tök jó lenne most. Tehát innen kezdve megint csak, hogyha kijutunk az EB-re, akkor onnan minden ajándék. Tehát erre úgy is kell tekinteni, akkor játszhatnánk három, nem tudom mennyire jó meccset látva, akár csak a Ferencváros BL szereplését is, de tök mindegy, tehát legyünk ott, játszunk, élvezzük, aztán ott már örülni kell mindennek, annak is, hogyha hattal kitömnek minket mind a három meccsen. Na, én is így gondolom, egyébként az előbb annyira nem vicceltem, amikor azt mondod, hogy egy meccsen bármi megtörténhet. Pont itt a Fradis párhuzamodra gondolok, hogy azért a Ferencvárosnak is itt a BL menetelés során nagyon sokat segített, hogy egy meccses párharcokat kellett megvívni, és akkor ott tényleg lehet, hogy nem minden meccsen játszottak jól, lásd például a Celtic elleni meccset, ahol a skótok azért a meccs nagy részében lefociszták Reblovékot, viszont mindent kihagytak, és ez akár megtörtént mondjuk egy ilyen mérkőzésen is, tehát a futball az tényleg olyan, hogy kevés gól esik, hogyha most rosszul pattan a labda, vagy a mi esetünkben jól, az akár továbbjutást is jelenthet, hogyha két meccses lenne a párharc, és Izlandon is kellene játszani, én azért picit még jobban aggódnék. Hát reméljük, hogy nem kell aggódnunk a mérkőzés miatt, és ezt a magyar válogatott be fogja húzni, drukkolunk a magyaroknak. Köszönjük a mai figyelmet, iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha tetszik a tartalmunk, hogy nyomjatok egy lájkot. További szép estét mindenkinek, sziasztok! Hajrá, sziasztok! Magyarok!